Jack. Ha a gazdi szól, Jackie azonnal érkezik. Legyen szó edzés előttről, utánról vagy szabadnapról, a kutya sétáltatás kötelező program férfi kézilabda csapatunk játékosa, Ónodi János Kúti Máté számára. Ezúttal mi is elkísértük őket egy délutáni futkározásra. Jó termetes kutya, ugye 37 kiló, azért úgy próbáljuk lefárasztani, hogy napi háromszor lent vagyunk vele, de így az eleje az mindig nehéz azért a sétáknak, mert itt még azért pörög, meg még fiatal, még most lesz 2 éves. Szóval tele van energiával, igen. Összetudjátok-e jól hangolni a pároddal, azt, hogy ki hozza le, mikor, hogy? Hát persze, igen, ugye ő is kézilabdázik, ő nem itt érdem, szóval ő kiárós, de úgy nagyjából megoldható meg. Szerencsére nagyon nyugis kutya lakásban, ez itt azért nem tűnik fel mindig, mert elég görül az embereknek, meg a kutyáknak, de igen, megoldjuk szerencsére. Nyáron szeretjünk a Városligetbe kijárni, ugye ott van nagy kutyafuttató, nagyon barátságos kutya szerencsére, szóval így minden kutyával kijövünk nagyjából, mindegy, hogy hova megyünk, de igen, itt a Népligetben itt azért sok kutyás van, sok az ismerős, akinek kutyája van. Egyértelmű volt az is, hogy kutya lesz, és az is, hogy Golden Retriever. Ez akkor erre kicsit mesélj nekünk, mert ez nem mindig egyértelmű. Hát az így a családunkban, ez egy ilyen gyerekkori dolog szerintem a bátyámmal, hogy már így képeken is látunk Golden Retrievereket, és hát meg voltunk értük őrülve, és akkor nekem adódott egyszer az ötletem, hogy jó lenne most már tényleg úgy, hogyha lenne egy saját Goldenünk is, és akkor így jött az ötlet, hogy lesz Jackie. Kutyasétáltatásnál azért nem mindegy, melyik kezedben van, vagy azért óvatosabban bánsz a bal kezeddel, mint lövő kezed? Nem bánok óvatosan itt most. Még a szezon elején volt egy kis probléma a jobb állammal, akkor azért átgondoltam, hogy melyik kezembe fogom meg, amikor megindul, de szerencsére így azért vissza tudom fogni, nálam azért így érződik, hogy úgy kicsit erőteljesebben ráfogok, akkor úgy megnyugszik, szóval akkor nyilván előveszem a bal kezemet, mert az erősebb, igen. Viszont téged nem nagyon kellett visszafogni az elmúlt időben, sőt, tehát az emlékezetes, negatívan emlékezetes orrtörés a Bukarest ellen, azóta viszont továbbra is fölfelé tart az a bizonyos mérce. Hogyan élted meg az elmúlt egy évet? Hát egy nagyon eseménydús egy éven vagyunk túl. Én azt vallom, hogy személy szerint számomra talán életem legjobb tavalyi éve volt. Ugye az Európa Ligába tudtunk játszani Bundesliga top csapatok ellen, vagy francia top csapatok ellen, ez nagyon sokat hozzánk tett. Az egész tavalyi év, ahogy sikerült a csapattal, az csodálatos volt szerintem. Utána pedig ugye kijutottunk, és hát kim voltunk az utánpótlás korosztályjal a junior világbajnokságon, ahol ugye egy elég szép ezüstérmet tudtunk elhozni, amire szerintem senki nem számított. Úgyhogy egy nagyon szép év volt, ugye be is tudtam mutatkozni tavaly a felnőtt válogatottban is. Mondtad egyszer, hogy lehet, hogy nem hat rád, vagy nem olyan jó a válogatott, meghívom, mert vagy az orrot törik el, vagy akkor van egy ilyen sérülésed. Na de most azért a lengyelek elleni mérkőzések milyenek voltak, hogy érted meg? Hú, hát nagyon jó volt most ilyenkor. Az a fő célom, hogy tudjak élni a lehetőséggel, amit ott megkapok, hogy tudják ott, hogyha menni kell, akkor tudnak rám számítani. Nagyon élveztem, és nagyon jó volt ebbe a közegbe lenni, ugye. Szóval nagyon, nagyon szép emlékezés számomra. Azért a te posztodat megnézzük, ugye a jobb átlövő, az magyar férfi viszonylatban is egy erős poszt, tehát azért igen. Nagy László, Balogh Zsolt szerencsére most ugye csapatás is, tehát azért nagy nevek is voltak ebben. Könnyű volt ebbe a posztba beleilleszkedni ugye a gyerekkori kezdetektől? Talán az egyik leghiányabb poszt is, most ugye azért vannak előttem, de még mindig jobb balkezesnek lenni, mint talán egy bal átlövőnek, ahol sokkal nehezebb szerintem bekerülni a válogatottba. Most itt van a Zsolti, ez nekem egy hatalmas dolog volt, amikor megtudtam, hogy jön ide, ugye szerintem nagyon hasonlít a játékunk, ő se egy olyan nagyobb termetű játékos, aki mondjuk az átlövésekre tud támaszkodni, hanem neki is cseleznie kell, meg a páros kapcsolatokból élnie, és így nagyon sok olyan dolgot tudott nekem mondani, amit hát tőle tanultam meg itt ebbe az eddigi másfél év alatt, és most még ebbe a fél évbe is. És melyik versenysorozatban lesz olyan színű érem, mint a kutya típusa? Hát reméljük az összesbe. Ha a realitást kéne mondani, akkor az Európa kupában én azt gondolom, hogy van esélyünk tényleg odaérni az elejére, de,
de ez az egész versenysorozat ugye nagyon új, és egyenes kieséses szakasz van, kaphatunk olyan ellenfelet, aki tényleg nagyon erős, de mindenképpen mindenhol arra megyünk, hogy minden mérkőzést szeretnénk megnyerni. Milyen szezont látsz így magad előtt? Hát a bajnokságban most ugye buktunk sajnos olyan pontokat, amiket nem szerettünk volna, olyan mérkőzéseket, amiket szerettünk volna megnyerni magabiztosan. De azt gondolom, hogy ez egy hosszú szezon nem csak nekünk, hanem más csapatoknak is. A bajnokság az mindenképp nehéz lesz, de szeretnénk odaérni a dobogóra. Aztán az Európa Kupa azt, ahogy már mondtam, ott is szeretnénk a végéig menetelni, szóval mindenféleképpen egy hosszú szezonra számítok és keményre, de mindenféleképpen sokat várok tőle, mint csapat. Egyénileg pedig szeretnék még tovább fejlődni. Itt ugye jó lenne oda kerülni a válogatottba, de azért most nehéz, mert ugye jön az olimpia, nyilván a legerősebb csapat lesz, szóval nem lesz többet ilyen fiatalítás, hanem tényleg teljesítmény alapján fog ez menni. És mivel lett más Ónodi János Tuti Máté azon a képen, amit most pont legutóbb láttam, Imre Bencével álltok egymás mellett. Te, mint gólkirály, ő mint a legjobb játékos, vagy volt és a mostani? Azóta lehet, megcserélődött. Én adom neki a passzokat, ő lesz a gólkirály. Nem, viccet félretéve. Tényleg nagyon sokat fejlődtem, és még szerintem sok van bennem, vagyis hát remélem, még sok olyan területe van a játéknak, ahol azt érzem mérkőzéseken egy olyan csapat ellen például, hogy még mindig van bennem, és hogy még mindig tudok fejlődni, de nagyon sokat változott a játékom, és jelenleg is változik, valamint a csapattársak is tudnak ellátni olyan információkkal, amit már mondtam, de nem szeretnék neveket mondani, mert mindenki tud olyat mondani, és mindenki mondott is már olyat, amitől jobb játékossá váltam. Bőlére eresztettük, eresztük egy Jackit is egy kicsit. Mehet. Riportunk forgatása után nem sokkal pedig jött az újabb jó hír. Csema Rodriguez, a magyar férfi kézilabda válogatott szövetségi kapitánya Mátét, illetve még 5 ferencvárosi kézilabdázót meghívott az Európa-bajnokságra készülő keretbe.